Sziasztok! Az időjárás jelentés szerint ez a nyárnak a legmelegebb napja. Ma tetőzik a kánikula, úgyhogy erre ilyen lazán vagyok, mert nagyon meleg van. Van 40 fok is szerintem napon. Úgyhogy teszek egy kis kört, nem most, majd ebéd után, majd ebéd előtt vagyunk, de a Duna is. Legutóbb néztem itt igaz, hogy a szélén, de volt 26 fokos, és megint meg fogjuk nézni. Nem lesz ott senki, és nem zavarok ezzel senkit, hogy hány fokos, mert nagyon meleg van, estétől mond hideg frontot. Majd kicsit le fogja hűteni valószínűleg, lehet, hogy lesznek újabb záporok, arról is készül majd videó, de itt a napon az egész forróság van, ami azt illeti, tombol a nyár. Úgy volt, hogy nem megyek Bajcsira egy napra, de nem volt kedvem egy magamba lemenni. Egy hétfőre majd kitalálok valami programot, akkor sem dolgozom. És augusztus 21-ig érvényes a havi matricám. Addig, ha idő engedi, akkor még lesz egy ilyen utazásos videóm. Látjuk. De most nagyon adja magát a nyár. Esténként a kérészek ezt a szoktak repülgetni lámpafényekbe, és iszonyú iszogjuk van. Itt a fát. Gép motorra nehéz volt között fogni a kátőröknek. Fohádok a gáthoz, azt most lenyírták, úgyhogy kicsit rendezettebb itt a környék. Mindjárt kiderül, hogy nem fokos a Duna. Nagyon király idő van. Durván van egy 10 nap a nyárból, mármint a hivatalos szezonból, és augusztus 20-ával véget ér a hivatalos nyári szezon. Utószezon az még lesz, ha jó idők lesznek, az még szerintem kitart egy szeptember-október közepéig, de szeptember közepéig biztosan. És mindjárt megnézzük a Dunát. Mennyire meleg vagy hideg, de nagyon alacsony a vízállás. Azt már most leszögezem. Látom, senkit nem zavargok, mert nincs itt senki. Meg fogjuk nézni most a víznek a hőmérsékletét. Letört egy falát. Hát akkor menjünk le itt a gáton. Már érezni a Duna hűs hatását, hűs hatását. Iszonyúan párolókat ki a víz a hőségbe. Na itt az árnyékban már más a hőérzet, kellemesebb. Itt is van egy kis iszapszag. Szépen megyünk körbe. Igen, alacsony a vízállás. Mikor itt lenn voltam, itt a vonalon látható, hogy
hol volt a víz. És most szemmel láthatólag lement még jobban. És itt a kis hajónál van mélyítve. Láthatjátok, hogy ott nem állna a hajó, ott is cseké lenne a víz. Halak azok ugrálnak ezerre. És így kezd az országba elterjedni a csatornázás. Így 10-20 évhez képest rengeteget tisztult a Duna. De ezt halljátok, ez most is megvan, egy kellemes 26 fok, az biztos megvan. Csak itt vigyázni kell, itt nagyon nagy a sodrás. És könnyen lehet baleset. Ami, hogy ennyire forróság van, kicsit hűvösebb meghat a víz, mint múltkor, amikor nagyjából 28 fok volt. De itt nagyon kavicsos a part, itt az imezitább, nem szívesen lennék. Van élet, annak ellenére, hogy hivatalosan fürdőzni nem lehet a Duna legnagyobb szakaszán, egy-két méteres pont van, de azért belemegy az ember itt-ott saját felelősségre. De mondjuk én csak lábba fogok belejönni. Meg a maximum a szélére beleül az ember. Hivatkoznak ám itt olyankor rá, nem tiszta a víz. De van partszakasz, aki van jelölt fürdőző, ott meg azt mondják, hogy tiszta a víz, szóval. Ez csak szokásos szöveg. De ugyanakkor meg lehet érteni. Mert ha valaki belefull a vízbe, az veszteség. Ennek ellenére most itt megnézzük ezt.